estét kívánok! Önök a Nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2018. május 21-én. A mai adásban először Lángné Gréci Margit kiállítására invitáljuk Önöket, majd a Fülöp Lajos féle gyűjtemény megjelenésének 60. évfordulóját ünnepeljük. Végül részt veszünk Vesztergán Miklós tárogató művész előadásán. Tartsanak velünk! Lángné Gréci Margit kiállítására várták az érdeklődőket a Mátra Honvéd kaszinóban. Az évtizedek óta alkotó festőművész jelenlegi tárlatára nem csak saját munkáit hozta el, hanem tanítványa is bemutatkoztak az eseményen. Lángné Gréci Margitot gyermekkora óta foglalkoztatja a festészet. Gyöngyösről származik, ma már Nagyrédénél. Hamar kiderült, van tehetsége ehhez a képzőművészeti ághoz. Már iskolásként is szívesen festette meg pattársai portréit. Tanárnője fedezte fel és ösztönözte a művészeti pálya felé. Jelentkeztem a képzőművészeti gimnáziumba Budapestre. 8 képet kellett beküldeni, köztük volt grafit is, meg festmény is. És sikerült, fölvettek, de sajnos a 56-os események ezt megszakították, a szüleim hazahoztak, nem engedték, hogy tovább ott maradjak, féltettek. És teljesen másfelé kanyarodott az életem, mert közgazdász lettem, de a festészetet azt nem hagytam abba, és akkori festőktől volt itt Gyöngyösen is festőművész, aki tanított engem, meg autodidakta módon. Nagy festőknek a könyveiből tanultam meg színkeverést, ecsetkezelést, még mi egyebeket, amit még a gimnáziumból magam hoztam, azzal társítva fejlesztettem tovább a jelenlegi festészetemet. A művész többféle témában is otthon érzi magát. Portrék, tájképek és csendéletek is szerepelnek a gyűjteményében. Vadászképekkel kezdtem. Vadászképekkel és tájképekkel, mindig élő természetet festek, kiülök a természetbe, mindig ugyanabban az időben, mert a fény és az árnyék, a változás az sok esetben a festménynek, az átfestését vonná maga után, ezért mindig ugyanabb, ha nem tudom befejezni a képet, már pedig nem lehet befejezni, mert nagyon-nagyon hosszadalmas egy olajfestésnek a száradása, fotót készítek, és otthon befejezem a festményeket. Később kezdtem el portréval próbálkozni, hát nem tudom, olyan 20-25 év után, miután a tájképeket festettem, mivel sikerem volt, így továbbfejlesztettem, és most már nem csak portrét, csendéleteket is, virágos, gyümölcsös, egyéb csendéleteket is festek, tájképeket, állatot, vadászképeket, portrékot is. Különösen közel állnak a szívéhez azok a festmények, amiken családját örökítette meg, illetve egy vallási témájú kép, mely Jézust ábrázolja. A művész csak olajfestékkel dolgozik, s egyedülálló módon a gyerekeket is ezzel a technikával tanítja. 3 évvel ezelőtt keresték meg őt a nagyrédei iskolából, hogy szeretnék, ha tudását az arra fogékony fiataloknak is átadná. Felvetődött, hogy jó volna csinálni festő vagy rajztábort is, és megkerestek. Elvállaltam, egy hétig ment 18 gyerekkel, és az ügyesebbje felvetette, hogy nem lehetne ezt folytatni évközben is. Aztán gondolkoztam rajta, és arra az elhatározásra jutottam, megkérdeztem, hogy ki lenne az, mivel 14 gyerek összejött. Így csináltunk egy festőszakkört. Vannak de tehetséges gyerekek, de nem csak a... Hát jelenleg 8 gyerekkel csinálom ezt. Nagyon lelkesek, nagyon aranyosak, ügyesek, és van felnőtt tanítványom is, aki jelenleg itt van. Ő Gyöngyös Tarjáni, de Nagyrédéről is van. Egy, és Gyöngyösről még 3, úgyhogy jelenleg 5 felnőtt tanítványom van. Az alkotó festményei a világ több pontján megtalálhatóak. Az internet segítségével vették fel vele a kapcsolatot az érdeklődő galériák, illetve magánszemélyek. Ennek köszönhetően Németországba, Indiába, Új-Zélandra is kerültek ki munkái.
Ezen kívül festményversenyekre is benevezett már, ahol igen szép eredményeket ért el. Más oldalakra meg virtuális galériákba raktam föl képeimet, és van olyan képem is, amivel több ezer fölrakott kép közül a közönség szavazata alapján első lettem. Tehát tavaly volt egy bátorságpróba nevezetű festmény versenyre felhívás a Facebook oldalon, és oda is beneveztem, és 54 pályázó közül a harmadik helyezést értem el a festményemmel. A művész képeit a jövőben is láthatják majd az érdeklődők, illetve a gyerekekkel való közös munkát is szeretné folytatni. Most a nyáron megint lesz augusztusban a festőtábor Nagyrédén, és mivel ez országszinten egyedülálló, hogy olajfestékkel 10-12 éves gyerekek festenek, és most már hozzájuk képest profi szinten, természetes, hogy folytatjuk tovább, és a szakkört is. Vannak új lennének új jelentkezők is, de hát ennek is, mint minden másnak, van egy határa, amikor nem lehet a már jelenlévő gyerekeknek a rovására többet fölvenni, mert akkor elmaradunk. Tóth Szelei Gabriella felnőttként kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel. A gyöngyöstarjáni alkotó egy véletlen folytán került kapcsolatba Lángné Gréci Margittal, aki a szárnyai alá vette és tanítani kezdte. Néhány évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, de még nem festettem, rajzolgattam, grafit rajzok érdekeltek, szénrajzok, és ezt próbáltam, de igazából először csak így otthon. És tavaly nyáron egy ismerős kapcsán jutottunk el Mancikához. A férjem mutatott be neki, ő kereste meg, és amikor látta a munkáit, végül is ő mutatott be Mancikának, és ott láttam a képeit, és akkor gondoltam rá, hogy meg kellene próbálkozni az ecsettel is, úgyhogy most ezzel próbálkozom. Először tájképeket festettünk, és Mancika szerintem nagyon jól tudja megmutatni az új technikákat, ecsetkezelést, festékkeverést és mindenfélét, tehát ezzel kezdtünk, és aztán utána csendélettel, portréfestéssel is már próbálkoztunk. A fiatal tanítvány először a portréfestést érezte közelebb magához, szerette volna családját megörökíteni egy-egy festményen, de mióta tudatosan képzi magát, már szívesen készít tájképeket és csendéleteket is. Most még úgy vagyok vele, hogy próbálok azért inkább képezni magam. Tehát elsősorban inkább erre a szakmai részre próbálok koncentrálni, tehát hogy amiket így Mancika próbál mutatni, hogy azokat a fogásokat sajátítsam el, és én úgy gondolom, hogy lesz időm még sok, hogy ezeket aztán próbáljam a saját gondolataimba átvezetni. Úgyhogy vannak ötleteim, próbálom őket megvalósítani. Mivel ez volt Gabriella első kiállítása, nagyon örült, hogy megmutathatta képeit a közönségnek. Azt mondja, lendületet tud adni a biztatás és a pozitív visszajelzések. Ha otthon fest, akkor pedig három gyermekétől kapja az észrevételeket. Nagyon érdekli őket, igen, igen. Hogyha otthon festek, akkor rendszerint ők is neki fognak festeni. Mondjuk nyilván nem az én festékeimmel, de ők is akkor azonnal kapcsolódnak. Igen, a lányomban például elég erőteljesen látom, igen, a tehetséget. Szerintem elég jól meg tudja rajzolni, amit ő szeretne. De viszont még elég kicsik. Tehát a legnagyobb lányom, ő 9 éves, a kisfiam 7, és a kisebb lányom pedig 3 éves. Úgyhogy ő még picike, de nagyon szeretnek olyankor ők is ott jelen lenni, és akkor szépen próbálgatnak ők is mindenfélét alkotni. Gabriella elárulta, mint dolgozik jelenleg, és az is kiderült, mesterével is készítenek egy közös képet. Egy portré lesz, illetve Mancikával is festünk egy képet, egy nagyon komplex képet, amin egy figurális kép mondanám, egy tengerparton egy szép kalapos nő lesz, de igazából, hogyha készen lesz, akkor
ezt látni kell, ugye, de azt már nagyon várom, hogy elkészüljön. Ez kicsit hosszadalmasabb egy ilyen festménynek az elkészítése, napokba, illetve egy-két hétbe is beletelhet egyébként, és szépen lépésről lépésre alakul ki a kép, úgyhogy ilyenkor, amikor félkész, akkor már várjuk a végét, hogy mutat majd egyben a komplex kép. A fiatal alkotó jelenleg a szakmai továbbképzésére fókuszál, de a későbbiekben nem zárja ki a lehetőségét egy saját kiállításnak sem. Van tervem vele, tehát ezt egy jó hobbinak is felfogom most, és szeretném folytatni. Így van, szeretem csinálni otthon is, szeretném folytatni a későbbiekben is, és ez én úgy gondolom, hogy majd kialakul, hogy mennyire tudom láttatni, mennyire tudom megismertetni magam, úgyhogy szándékom van el, igen, hogy későbbiekben is foglalkozzak vele. A közös kiállításon a gyerekek 3-3 kiválasztott munkáját is megtekinthették az érdeklődők. Még ha más-más témákkal is jelentek meg az alkotó palánták, egy dologban biztosan hasonlítanak. Mindannyiukban ott van a tehetség, amely egy nagyszerű tanár segítségével a felszínre kerülhet. A nyelvjárások megőrzése céljából született meg az a Dr. Fülöp Lajos féle gyűjtemény, melynek 60. évfordulójára emlékeztek Gyöngyös Solymoson. Az eseményen a szerző előtti tisztelgés mellett kiemelték a helyi értéktár fontosságát is. 60 éve jelent meg Fülöp Lajos első nyelvjárási tanulmánya, a Gyöngyös Solymos nyelvi rétegződése. Az alkotó még egyetemi hallgató volt, amikor Gyöngyös Solymosra került. Elsőként csupán a környék szépsége és természeti értékei vonzották. Később figyelt csak fel arra, hogy a környéknek különleges nyelvjárása van. Bizonyos szavaknak olyan egyedülálló volt a kiejtése a környék lakói között, ami az országban más vidékeken nem volt jellemző. Ebből született az értékes gyűjtemény, amelyet a helyiek ma is nagy becsben tartanak. Tulajdonképpen még egyetemi hallgató voltam, amikor elvetődtem Gyöngyös Solymosra. Nem csak a táj tetszett nekem, hiszen gyalogában sokszor jártam már korábban is, a kis és a nagy sástónál fürödni, pecázni, egyáltalán kirándulni. Aztán voltak már a gimnáziumban gyöngyös-solymosi társaim, tanulótársaim, osztálytársaim, aztán pedig később, már tanárkoromban nagyon sok tanítványom. Így aztán valóban szoros kapcsolatba kerültem a községgel, és akkor először szöveget, nyelvjárási szöveget gyűjtöttem. Ebben a szövegben, ahogy jegyeztem fonetikus lejegyzéssel, föltűnt nekem, hogy egy idősebb bácsi, akkor az elipszilonnal írott jét, az eljet valóban elnek, lány, gólja, ibolja, így ejtette. A gyűjtemény persze hosszas kutatómunka és írói tevékenység árán születhetett csak meg. Abban pedig, hogy ez a könyv ma is megtekinthető legyen, nagy szerepe volt a Gyöngyösi Mátra Múzeumnak is. Én akkor olvastam először, amikor a múzeumba kerültem 80-as évek elején, és elkezdtem ismerkedni az intézménnyel. Elkezdtem ismerkedni azzal, hogy mit is csinálunk. Én tudtam, hogy én történész vagyok, nekem az a feladatom, hogy a történeti emlékeket, a történeti tárgyakat gyűjtsem, és Gyöngyös történetét dolgozzam föl, de nyilván kíváncsi voltam arra, hogy 57-től a 80-as évekig mi történt itt a múzeumban, miből lehet tanulni,
hiszen olyan kötetek, olyan írások születtek, amiből nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni. És nyilván megnéztem a múzeumi füzeteket is, úgyhogy ez a kis füzet is a kezembe akadt, és elkezdtem olvasni, és bevallom, hogy roppantul tetszett. Az ember olvassa a szöveget, és próbálja belehallani azokat a mondatokat, ami ebben a nyelvjárásban elhangozhat. A tájegységek nyelvi különbségei országszerte megmutatkoznak, sokszor még napjainkban is. Néhány esetben ezek csupán apró kiejtésbeli eltérések vagy szinonimák használata, máskor viszont alaposan törnie kell a fejét két eltérő térségből érkező embernek, hogy megértse egymást. Gyöngyös-Solymos ebből a szempontból azért is érdekes, mert az erős nyelvi rétegződésből adódóan még a településen belül is voltak különbségek az ott lakók beszédében. A falu nyelvén belül erős a nyelvi rétegződés, mégpedig generáció szerint, tehát a gyerekek, a középkorúak és az idősebbek nyelvhasználata, ez a generáció szerinti rétegződés, azután a férfiak és a nők nyelvhasználata között például. Mivel a férfiak világjárók, katonáskodnak, a városban dolgoznak, nagyobb hatással van rájuk a köznyelv. A hölgyek pedig oda-haza. Gyereket nevelnek, a kertet teszik rendbe. Legfeljebb egymás hatás alá kerülnek a szomszédasszonyjal. Hát ilyen körülmények között akkor a férfiak és a nők nyelvhasználatában is megvan a különbség, nem utolsó sorban pedig foglalkozás, rétegződés, műveltségi állapot szerint is. A nadrágos ember és a földművelő ember között. Vannak, akiknek a beszédében még ma is felfedezhetőek ennek a különleges nyelvjárásnak az ismertető jelei. Ahhoz, hogy ez a jövőben is így maradjon, ápolni kell a hagyományokat, az értékeket pedig továbbadni a fiataloknak. Többek között ebben van nagy segítségére a helyi lakosoknak a Fülöp Lajos által szerkesztett gyűjtemény, amelynek létrehozásában az a nagy gyulai segédkezett, akinek a nevét ma a Gyöngyös-Solymosi Általános Iskola viseli. Az egyikük még használja, már az idősebbek, az apa, kapa, alma féle alakot, vagy nem tudom mi a hózam, lottam féle ejtésmódot, vagy a zárt et, ember, a második e, a zártabb kétségtelenül. Na hát ilyen körülmények között sajátos rétegződésre figyeltem föl. Tulajdonképpen ezt rögzítettem ebben a kiadványban. Még hadd tegyem akkor gyorsan hozzá, hogy erős a rétegződés kétségtelenül, és ezeket rögzíteni kellett már akkor, az 50-es években, addig, amíg nem jut az a bizonyos 12. óra, amikor már minden késő. A nyelvjárásnak a nyelvi értékeit mindenképpen meg kell menteni a nyelvtudomány számára. Az esemény további részében Kovács Sándor beszélgetett Fülöp Lajossal arról, hogy hogyan zajlott az a gyűjtés, amely 1958-tól aztán több évtizeden át tartott. A nézők között pedig nem csak az idősebbeket, hanem számos fiatalt is találhattunk, akik érdeklődve hallgatták a szerző élményeit és tapasztalatait, így a solymosi nyelvjárásnak legalábbis az emléke még sokáig fennmaradhat. Vesztergán Miklós tárogató művész látogatott Gyöngyösre. Az érdeklődők az eseményen megismerkedhettek a különleges hangszer történetével, és persze egy kis ízelítőt is hallhattak a művész előadásában, főként a magyarságra jellemző dalokból.
Esztergom Miklós Kalocsáról származik, már gyerekkorában megtanult citerázni, ekkor kezdték el érdekelni a népdalok és a népi hangszerek is. Autodidakta módon fejlesztette tudását, ma már szaxofonon, mandolinon, tárogatón is játszik. Szívesen vesz részt olyan eseményeken, ahol népviseletbe öltözhet, és őrizheti a hagyományokat. Koncertjeimen el szoktam mesélni, hogy a magyar nyelv a legősibb nyelv a Földön, ezt minden később magyarul tanuló nyelvész is elismeri, ragozó nyelv, ami azt jelenti, hogy a szótő már önmagában egy értelmes szó, és azt különböző ragókkal pontosítják, finomítják. Na most a tárogató szónak a szótőve az, hogy tár. Tehát mit csinál? Kitár. Tehát kitárja a jó érzés embereknek a lelkét. És ezt nagyon sokszor tapasztalom, és ez nagyon nagy élménye számomra, amikor játszom egy dallamot, és látom, hogy valakinek könnybe lábad a szeme, akkor úgy gondolom, hogy a lelke legmélyéig valami megérintette. Én úgy érzem, hogy a tárogató a lélek hangszere. Tárogató néven két különböző vonatkozású, nádnyelves fúvós hangszer ismert. A 17-18. Században a török sípot hívták így, majd a 19. század végétől egy új, egynyelvű nádsíppal működő, kónikus, vagyis kúpfuratú hangszer neve lett. A Rákóczi szabadságharc alatt élte a török síp tárogató, ami nem ilyen volt, mint amit jelenleg használunk, hanem egy másmilyen hangszer. Rövidebb volt, vékonyabb törzsű, nem voltak rajta billentyűk, csak lyukak, mint egy furuján, és olyan fúvókával szólaltatták meg, mint jelenleg az obohát vagy a fagottot, tehát dupla nádnyelvvel. Tehát ez volt valamikor régen a kuruckorban levő tárogatónk, török síp tárogatónak nevezték. Tehát tulajdonképpen üzenő hangszernek használták, mert rendkívül éles, erős, átható hangja van ennek a hangszernek, és a Rákóczi szabadságharc ideje alatt üzenő hangszernek használták, tehát távolabbi csapatoknak tárogató szóval küldtek jeleket, üzeneteket, és amikor véget ért a szabadságharc, akkor az osztrákok az összes török síp tárogatót begyűjtötték és megsemmisítették, annyira féltek a hangjától, mert tudták, hogy addig, amíg szól a tárogató, addig él a remény, addig szól a Rákóczi hangja. Aztán ez a hangszer így eltűnt, majd a kiegyezés után kezdték el újra kutatni a tárogató, egyébként is az egész zenei múltunkat, zenei hagyományainkat, és akkor fedezték fel, hogy volt egy ilyen hangszerünk. Szerencsére múzeumokban egy-két darabot még találtak belőlük, rendbe hozták, megszólaltatták, de hát a korzene ízlésének nem felelt meg, az tényleg éles, szinte velőt rázó hangja volt ennek a régi hangszernek, és megbízták Sunda Vence Józsefet, aki a cimbalmot is a ma ismert formájára nemesítette, hogy alakítsa át egy kicsit könnyebben játszhatóvá és kellemesebb hangúvá. A 900-as évek legelején született meg ez a típusú tárogató, amit most tárogatóként ismerünk, tehát egy nagyon fiatal hangszerről van szó, tehát megnövelte a hangszernek a testét, billentyűzettel látta el, és a klarinéthoz hasonló egy nádnyelves fúvókával, és egy ilyen nagyon kellemes, bársonyos hang született ebből a hangszerből, nagyon gyorsan elterjedt az egész országba, szinte minden városban, faluban volt egy tárogatós. Aztán hát következett Trianon, szétdarabolták Magyarországot, és ezzel a méltatlan állapot ellen nagyon sok dal és nóta íródott, amiket összefoglaló szóval irredent a daloknak neveztek. Ez egy olasz szó, ami azt jelenti, hogy visszakapjuk azt, ami a miénk volt. És a két háború között a tárogatókkal játszották nagyon nagy előszeretettel ezeket a dalokat. Aztán hát második világháború után, hát mint tudjuk, nagyot fordult a világ, ezeket a dalokat betiltották, nem volt szabad énekelni, nem volt szabad játszani. Így a tárogató lassan úgymond kiment a divatból, a fiatalok nem nagyon fogták már meg, az idősek elhaltak, hangszerek tönkrementek. Most így körülbelül 150-en vagyunk az országban, akik játszunk a tárogatón. A tárogatót leginkább szóló hangszerként használják, főként magyar népies dalokat szólaltatnak meg rajta, elsősorban lassú, kötetlen ritmusú dallamokat. Különösen kedveltek a kuruc romantikával teli nóták,
mint a Krasznahorka büszkevára, vagy a Nagybercsényi Miklós sírdogál magába. A hangszer nem csak Magyarországon vált népszerűvé, Erdélyben és a Vajdaságban is elterjedt. Vesztergán Miklós azonban azt vallja, ez a hangszer mégiscsak a miénk. A művész célja, hogy népszerűsítse a hangszert az országban, ezért is örül minden felkérésnek, ahol ezt megteheti. Összesen 4 kifejezetten magyar hangszert ismerünk, a tárogató, a citera, a magyar duda és a cimbalom. Tehát ez a 4, ami kifejezetten magyar hangszernek számít. Hát a tárogató az egyik, mondhatnám, legközismertebb. Az alapdallam a Krasznahorka büszkevára, ugyebár, tehát ez ami legközismertebb, de kuruszdaloktól kezdve népdalokig, magyar nótákig, komoly zenei darabokig, sőt kifejezetten jazz zenészek egyre inkább kezdik felismerni a tárogatóban rejlő nagyon érdekes hangszint és a különlegességet. Tehát azt mondhatnám, hogy a csárdástól majdnem a rock and rollig szinte mindenre lehet használni, és hát éppen ez is a cél, hogy próbáljuk bővíteni ennek a hangzáskörét, tehát ne csak a kuruc dallamokat ismerjék a tárogatós dallamnak, hanem igenis hát a magyar népzene és a komoly zene, és meg mondom a jazzig, bármelyit el lehet rajta játszani, és hát szépen is szól. Vesztergán Miklós azt mondja, szerencsére újra a köztudatban van ez a hangszer, és az utánpótlás kérdése is megoldódni látszik. Sajnos elég kevesen vagyunk, akik játszunk rajta, és hát én éppen ezért, ahova csak meghívnak, én mindenhova szívesen megyek, és népszerűsítem a hangszert, elmesélem a történetét, és buzdítom mindig az embereket arra, hogy próbálja ki egyszer valaki ezt a hangszert. Nagyon könnyen megtanulható hangszer, tehát egy egyszerű, logikus felépítésű hangszer, és csodákat kap az ember tőle, tehát tényleg csodálatos érzés eljátszani egy dallamot, és látom, hogy nagyon nagy hatással tud lenni az emberekre, úgyhogy én biztatok arra mindenkit, hogy tanuljon meg rajta játszani, és minél több helyen, és tényleg az kellene, hogy bármilyen nemzeti ünnepen, bármilyen ünnepségen, ha tárogató csak egy dallamot eljátszik, már egészen más fénye van az egész ünnepnek. A művész a hazafias dalokat kedveli, melyekben a magyarság története, szellemisége is átadható a közönségnek. Hál' Istennek a tárogatót 2 évvel ezelőtt hungarikummá nyilvánították, tehát ez azt jelenti, hogy ettől kezdve már tényleg komolyan odafigyelnek erre a hangszerre. Egyre több fiatal tanul, és hál' Istennek a Zeneakadémián is van már külön tárogató tanszak, ahol hát egészen fenomenális színvonalon tanulnak meg a zenészek a tárogató játszani. Tehát én úgy érzem, hogy már nem kell félteni a tárogatót, most már megállt a süllyedő helyzetéből, és most már igenis emelkedik, és nagyon szeretném, hogy el is jutna minden embernek a lelkéhez. A művész a hazafias dalokat kedveli, melyekben a magyarság története, szellemisége is átadható a közönségnek. A legkedvesebb dalom, amitől mai napig mondhatnám, hogy elrepülök én is minden alkalommal, Bánk Bánnak a Hazám Hazám című ária részlete. Én nagyon szeretem a hazafias dalokat. 3 CD-t készítettem eddig, talán így tudom legjobban megválaszolni. Az elsőn hazafias dalok, kuruszdalok, nemzetérzelmű dalok vannak, a másodikon erdélyi dalok, székelynóták, a harmadikon pedig katonadalok, verbunkosok, fogolynóták, tehát én azt is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne felejtsük el a múltunkat, ne felejtsük el a történelmünket, hiszen hát egy-két idős katonaemberrel elbeszélgettem, hogy mi is volt a háború, hát bizony az nem olyan dolog, amit el kéne felejtenünk, tehát arra emlékezni kell az ő hős tetteikre, és hát talán én inkább úgy mondhatnám, hogy az ilyen régi dolgokat szeretem, ami a múltunkról, a történelmünkhöz kapcsolódik, és ezt szeretném, ha újra visszatérne a közéletbe. Thank you.
Önök Nézőtér című kulturális magazinunkat látták 2018. május 21-én. Egy hét múlva ismét számítunk figyelmükre, akkor is érdekes témákkal várjuk majd Önöket. Legyen szép és kulturális eseményekben gazdag hetük. Viszontlátásra!